Ha valaki keresztényként nem fogadja el a Bibliát, akkor az milyen keresztény? Ha valaki azt akarja elfogadni, amit a tudomány állít, azt is lehet, csak akkor nem tudja azt mondani magáról, hogy keresztény. Ez a probléma a keresztényekkel. Ha valaki keresztény, el kell fogadni azt, amit ír a Biblia. Ha valaki nem keresztény, az azt csinál, amit akar. Én nem vagyok keresztény, de én elfogadom, amit ír a Biblia. Nézzük meg Ézsaiás, hogy írja le a földet. Figyeljen mindenki arra, hogy hogyan beszél a földről. Ki ül? Ez a ki ül, ez Elohim vagy Isten. Aki ül a föld kereksége fölött. A kerekség pedig valami, amit egy körzővel megrajzolunk. Van egy boltozat, ő ott ül a fönt, nem fizikálisan, mint egy öreg ember, de ott van fölül a boltozat tetején. Nézi, hogy mi az, ami történik ott lent, amelynek lakói, mint a sáskák. Nézd le a földre, látja a kis embereket, meg az állatokat, és olyanok, mint a sáskák. Ki az egeket kiterjeszti, mint egy kárpitot. Ez a kiterjeszt, ez a szó, ez azt jelenti, hogy legalábbis úgy használja az írás, hogy kinyújt, kiterjeszt. Elterül valami. Mint egy kárpitot. Finom szövésű kelmét. Az ég, mint egy kárpit, kifeszíti, mint sátort a lakásra. Mindenki képzeljen maga elé egy sátrat. Hogy hogy néz ki a sátor? A sátor egy sík felületen van, és maga olyan, mint egy boltozat. Hogy kerek, vagy az a fajta sátor, amit mi használunk, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy így néz ki a föld, ezért hát. Azt akarta volna mondani, hogy ül a föld kereksége fölött, ami olyan, mint egy labda, és nézi az embereket, mint a sáskákat, és összegyúrta, mint egy labdát, azt is elmondhatta volna, nem? El tudta volna mondani. Ezt mondja az írás a földről. Jobb azt állítja, hogy olyan, mint egy acéltükör, ez meg azt mondja, hogy úgy néz ki, mint egy sátor, amit kifeszítettek a föld fölé. Teremtés könyvében meg azt írja, hogy ott van a föld fölött, és abban elhelyezte a napot, a holdat, meg a csillagokat. Akkor miért higgyem el azt, amit a tudomány állít, mikor azt mondom, hogy én a Bibliát fogadom el, és abban hiszek? Mind a kettőben nem tud hinni valaki, mert ellentmondásba fog keveredni, vagy ezzel, vagy azzal. És kénytelen mindenki választani. És mi a legtragikusabb az egészben az, hogy a többség választja a világot csak azért, mert úgy van programozva. A program az oka annak, hogy a többség a világot választja akkor is, ha az logikátlan. Meg abszurd. Abszurd az, hogy mi egy labdán élünk, és a hajók fejjel lefele úsznak Ausztráliában, meg oldalt megy fel a tankhajó, meg a Nílus felfele folyik, meg ilyen. Ennek ellenére elfogadják az embere. És azzal, hogy elfogadják ezt a hazugságot, és eltávolodnak a Bibliától, azzal eltávolodnak a Teremtőtől is, emiatt a belső konfliktus miatt. Ez célból találta ki az ellenség ezt a hazugságot. Meg a millió éves evolúciót szintén. Miközben az első oldalon le van írva, hogy hogy csinálta. Szólt, és lettek ezek az állatok, az ember, a víz, a föld, minden. Mind a kettőt nem hiheti el az ember. És így ellentmondásba keveredik. És ezt a konfliktust úgy oldja meg, hogy azt mondja, hogy igen, a föld gömb, meg az evolúció igaz, de Isten az, aki mindezt irányítja, és már is megtette a lépéseket távolodva el attól, ami helyes. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahuwah útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahuwah útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuwahútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!